Azon gondolkoztam hallgatva ezt, a, ezt az ámulatos csodát, hogy a, a mennyben öröm van. Mennyi ideig úgy éreztük, hogy nem lehet nekünk keresztényeknek viccelődni, és hogy Jézus felrúgott minden szabályt. A szabály nem volt fontos neki. Lehet, hogy fontos volt, de volt valami, ami sokkal fontosabb volt a szabálynál. Miért feszegette szét a kereteket? Tudod miért? Szerelemből. Szerelemből. Azért, mert te, te mindennél, mindennél fontosabb vagy neki. Még az életnél is. Mindennél. Mindennél gyötrő szerelem. Tudod, és ez az, ami kimos. Kimos minden vádlást, kárhoztatást, minden kapcsolatgyilkost az életünkbe. Közösségről beszélünk, kapcsolatokról. Észrevetted a kapcsolatgyilkosokat? A bűntudat, szégyen, a két legnagyobb kapcsolatgyilkos. És ez a szerelem. Jézusnak ez a szerelme, ez a rajongása érted, amivel mindent odaad érted, ez mossa ki az életedből a bűntudatot és a szégyent. Kimossa az ő vére. Nem úgy tűnik el, hogy egyik pillanatról a másikra megtérsz, és az életedből egyik pillanatról a másikra eltűnik minden, ami miatt bűntudatod lehetne. Minden cselekedeted, napli világra jöhet, Megszűnik minden, a semmit nem hibázol többet, nincs többé bűntudat, nincs többé szégyen. Ez is lehetne egy ilyen követelmény. De ez egy járhatatlan út. De ő egy másik utat választott. A vére és a szerelme mossa ki az életedből a bűntudatot és a szégyent. És a kapcsolat helyreáll, a közösség helyreáll. Élet, egy új és élő út be a szentek szentjébe, Isten jelenlétébe. Tudod, mert ő minden kapcsolatnak a forrása. Minden kapcsolatnak ő a forrása. Ezt kell látni, ezt kell átélni, ezt kell elfogadnunk ezt a szerelmet. De ehhez te kell lesz. Ehhez te kell lesz. Ő mindent odaadott érted. Mindent odaadott érted. Ingyen. Ez az evangélium. Ingyen. Semmit nem kér. Ingyen mindent odaadott, érted? Mit ér, ha nem tudsz róla? Mit ér, ha nem hiszed? Mit ér, ha nem szaladsz a karjaiba? Mit ér az egész hit nélkül? Ha a hitednek óriási jelentősége van. Tudnod kell az igazságról. Tudod, a világban azt mondják, hogy az igazság megszabadít. A nagy lótüdőt szabadít meg az igazság. Amerikában, amikor a rabszolgaságot megszüntették, valamelyik kormányzó eltörölte a rabszolgaságot, hozott egy rendeletet, és a gazdák a gyapott földön dolgoztatták a szolgáikat tovább, és nem jutott el hozzájuk a hír. Nem létezett már rabszolgaság Amerikában, megszűnt. Szabadok voltak, mind, mind szabadok voltak, érted? De nem tudtak róla. Nem tudtak róla. mit ér neked a szabadság? Jézus nem azt mondta, hogyha megismered az igazság, hogyha, hogy az igazság megszabadít, hanem ha megismered az igazságot, akkor leszel szabad. Úgyhogy meg kell ismerned ezt az igazságot, a mennyei jelenlétet. Isten szerelmét, amiben ő mindent odaad neked. Tudod, és annyira hálás vagyok, úgy szeretek idejönni minden évben. Annyira várom, hogy itt együtt legyünk, hogy lássalak titeket, hogy megöleljük egymást. Nincs más, amire a lelkünk jobban vágyik. Nincs. Érted? Rohan az élet. Nem könnyű az élet. Basszus, egy nekem egy szívás. Nem tudom neked milyen, nekem egy szívás. Az egész. Érted? És... Tól nem fér az egészet, mert semmi másra nem vágynék, érted? Szerelemre, ölelésre. És, és tőled megkapom, érted? Jézus ott van, ott él benned, ott él. Érted? És ez, erre van szükségünk. Tudod? És néha így előkerül, ó, jaj, Hát itt a, a kegyelemről beszélünk, a kegyelem, a megigazulás, ó, nem már valami praktikusabb dolog nem jöhetne végre. Ó, nem már valami praktikusabb. Jó, jó, ez egy ilyen gyógygyüli, vagy mit mondtatok ti? Mi? kórház, kórházgyüli, de már mindig ez a kegyelem. Jó, Jézus szeret, tudom, meg apu, 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 jó van, de már, nem, már, valami, már valami praktikus nem lehet. Életünk legnehezebb fél évén mentünk túl. Nem akarok többes számba beszélni én, én, én. A legnagyobb mélyponton. Hallgatom a kegyelmet, évek óta, tudod, és amikor ott vagy, hogy éjszaka nem tudsz aludni, mert elalsz vagy végre egy pillanatra elalsz, és kettő másodperc múlva a hidegek verejték, rázásba fölébredsz, gyomorgörcsel és rettegéssel amikor elkezded a napot reggel, és csinálod végig az egész napot, és befogott óra kell csinálni azért, hogy ne érezd azt a markoló stresszt és gyomorgölcsöt, ami ott van a gyomrodban, és csak vonszolod magad keresztül az egész napon, akkor fölteszed a kérdéseket. Akkor fölteszed a kérdéseket. Hol van az erő? Megígérted, ott van az evangéliumban, hol van az erő az élethez? Hogyan tudom túlélni ezt a napot? Hol van az erő, tudod? Megkérdeztem, hol van az erő? És tudod, mit hallottam? Meg vagy igazulva. A megigazulás az evangélium. Nem érted, hogy igaz vagy. Micsoda? Hát ezt hallgatom évek óta. Hát én egy ilyen gyógygyűlibe -gyó 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 járok. nincs is másról szó, mindig csak Isten szeret, apu, apu, meg vagy igazolva. Nem érted? Ha a lelked mélyig el kell hatni, érted? Tudnod kell. Én azt mondom, hogy ha, ha, ha pontosan minden pillanatban a lelkedben tisztában lennél azzal, hogy te ki vagy, hogy mit jelent az, hogy Isten szeretetéből, a kegyelméből te igaz ember vagy, ha te ezt minden pillanatban meg tudnád élni, az életet problémái leperegnének rólad. Érted? Leperegnének. Isteni természet részese vagy. Így éljük az életünket minden nap, Isteni természet részeseként. Minden nap tudunk így élni. Amikor jönnek a kihívások, amikor jön a szívás, te sikerül mindig. Mert tudod, az Evangélium 2. Korintus 5.21 azt mondja, hogy Jézus bűnélet érted azért, hogy te Isten igazsága legyél ő benne. Ott egy csere történt. Jézus nem úgy igazított meg téged, hogy elvette az életedből minden rossz dolgot, hanem úgy, hogy cserélt veled. Az összes bűnödet magára vette, és a saját jogtiszta állapotát. Ő méltó. Szoktuk ezt használni, ugye? hogy ő méltó. Jézus méltó. Ő tiszta. Tiszta, ezért méltó. Ezt neked adta ajándékba. Meg se kérdezett róla téged. Ezt érted? Meg se kérdezett. Ő kezdte. Indokolatlanul. Egyoldalúan. Szerelemből. Mert az életénél jobban szeretett téged. Neked adta ezt az állapotot. Ezt érted? Úgyhogy méltó vagy. Honnan indul az élet? Az Isteni jelenlétből. Abból a jelenlétből, hogy te oda mész a szerető mennyi atyádhoz. Ó, mind ilyen vallásos emberek vagyunk, meghívő emberek vagyunk, hát mind imázunk, imádkozunk, nem, jaj Uram, meg megint elcsesztem, jaj, bocsáss meg, bocsáss meg. Ezt érted? Hogy neked erre a szerelem, szerelem kapcsolatra van szükséged, és tudod, mi a kapcsolat gyilkos? Mit mondtunk? Bűntudat, szégyen. Hányszor megyek oda, uram, megint elcsesztem? Kérlek csak, ja, uram! Ezt érted, hogy méltó vagy? Méltó? Méltó vagy? Izlágesd egy kicsit. Méltó vagy. Isten minden áldására, szeretetére és jó indulatára. Nem saját jogon, hanem megkaptad ajándékba, de ez az eredmény, te méltó vagy te méltó vagy. És innen indul minden, ebből a kapcsolatból, ebből a szerelemből, hogy te szaladsz, te mersz, amikor a legnagyobbat estél pofára, végig csúsztál a földön, még a ruhád is kakás lett, akkor semmi nem akadályoz meg abban, hogy te beszaladjál apu ölébe. Mert tiszta vagy, mert méltó vagy. És innen indul ki minden élet, hogy te tudod, hogy ki vagy Krisztusban. Tudod? És a Róma 1, 17 azt mondja Pál, mert nem szégyelem az evangéliumot, hiszen Isten hatalma az minden embernek üdvösségére. Ó, mennyit hallottuk ezt, és de szeretem ezt, Misi, lepattogtatni a, a vallásos mázat az igéről, ahhoz, hogy lást Krisztust, hogy őt lást, hogy ők kicsoda, mert ez ő gyógyít, az ő érintése gyógyít. Nem szégyelem az Evangéliumot. Ha megint az Evangélium. Jó, ja, hát járok Gyülibe, meg templomba. Hova mész? Hát Gyülibe megyek. Hát mi csinálnak a Gyülibe? Hát hirdetik az Evangéliumot. Más nem csinálnak. Ne, hát a Gyüli, hát Evangéliumot hirdetnek. Ja már megint oda mész? Hát oda még minden vasárnap. Már megint evangéliumot hirdeték. Hát kicsit másítok, és a hát tuncsi, nem? Valami pragmatikus dolgot nem lehetne? Valami hasznosat? Valami előremutatót? Annyit hallottam már az evangéliumot. Ó, meg vannak bocsájtva a bűneid. Ez az evangélium. Mennyit hallottam ezt? És Jézus azt mondja, hogy figyelj, nem, nem maradj le, van itt valami több. Nem maradj le, van itt valami több. Azt mondja az evangélium, hiszen mi az? Isten hatalma. Hatalma a görögben, dynamis. Ebből jön a dinamit szavunk. Láttál már dinamitot fölrobbanni? Istennek van hatalma, Istennek van egy ereje. Olyan, mint a dinamit, ami mindent megváltoztat, mindent átrendez, ha kell, egy pillanat alatt. Az evangélium ez, egy hatalom. Egy hatalom van benne. Kié a te erőd van benne? Te fogod átrendezni az életet? Nem, Isten hatalma! Akkor, akkor én ezt látni akarom, Uram, hagyj nekem többet, hogy értsem, mi a bánat ez az evangélium? Hát tudtam én 30 éven keresztül, hát én egy megkegyelmezett bűnös vagyok, hát ez az evangélium. Eszúrtam mindent, egy jó nagy trágyalé vagyok, de Jézus nem néz oda, mert hittem benne, Isten vörös szemüvegen, Krisztus vérén keresztül néz engem, nem látja a bűneimet, és, és akkor valahogy megúszom. Egy megkegyelmezett bűnös vagyok. Vagy becsúszok valahogy a szőnyeg alatt. És azt mondja, hogy nem. Nem. Az Evangélium ennél több. Egy hatalom, egy erő, egy isteni hatalom, Isten hatalma az Evangélium. Kinek? Minden hívőnek az üdvösségére. Minden hívőnek az üdvösségére. Tudod. A hited nagyon fontos. Isten mindent akar adni neked ingyen. Az új szövetség erről szól. Ez a két pillér. Az evangélium, hogy ő mindent ad neked ingyen, ez az egyik pillér, a másik pedig a hit. És szeretted, hogy Istennek milyen fontos a hit a te hited. Valami fontos. Mit ér az egész, ha nem veszed át? Mit ér az egész, ha nem mész oda értel? Tudod? És a hívőnek az üdvösségére. És ezt is olyan sokáig elintéztem. Ó, üdvösség! Azt kezdtem az üzenetet. Mondtam? Ah, annyi minden van a szívemen. Hét és fél órás üzenettel készültem. És el is fogom mondani. Fél óra alatt. De még nem kezdtem bele. Nem baj. Nem baj, nem baj, figyelj csak. Üdvösségére. Tudod, olyan annyi ideig összekötöttem, mert üdvösség örök élet. Oké, okay, üdvösség örök élet, és nem. Itt is kiderül, hogy valami többről van szó. Isten valamit mondani akar. Valami több. Az üdvösség szabadulást jelent, és igen, benne van a végső szabadulásunk is. Szót érje a szó megmenekülés, szabadulás, gyógyulás, bőség, bővölködés, Isten gondoskodó jósága, szeretete az életedre, minden nap, napi kegyelme, az, hogy ő naponta hordoz a tenyerén, és átvisz tüzön vizen keresztül, megszabadít az életed nehézségeiből, ott van veled mindig, soha el nem hagy téged, ez az üdvösség. És itt erről van szó. De nem csak annyi, hogy az evangéliumot nem szégyelem, mert ezzel ma üdvözülünk, megyünk a mennybe felhők, angyalok, stb. Nem, nem, nem. Érted? Amikor ott vagy a, a trágyalébe, vagy amikor ott vagy, hogy, hogy dobálnak az élet viharai, és a gyomorgörcstől nem tudod elkezdeni a napodat, befogott orral kell végigcsinálni, mert akkor nem tudsz aludni éjszaka, mert, mert, mert az élet meggyötör. Mert eljutsz oda, mint ahogy Pál mondta, hogy öt napon keresztül se a nap, se a hold, se a csillagok nem látszanak és el 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 oda veszett életben maradásunk minden reménye, e e e ez volt a megvallásom fél évvel ezelőtt, ez volt az alapigém, e megmaradásunk minden reménye oda veszett. akkor üdvösség, üdvösség, szótéria, üdvösség, üdvösség. megszabadulás, megszabadítás, Isten meg akar szabadítani téged most! nem tudom, mibe vagy most, de abból meg akar téged szabadítani, és meg is tud. És neki van erre hatalma, nem neked, nem a te hatalmat szabadít meg, Isten hatalma. És figyelj, hol ez a hatalom? Bele van csomagolva az evangéliumba, olvasd el! Az evangélium az Isten hatalma, bele van csomagolva! Nem akarok másítani, megint vasárnap van. Ki akarom bontani? Hol van? Mi ez a hatalom? Mi ez az erő? Nekem erre szükségem van. Én ezt át akarom venni. Istenem, milyen szabadítást készítettél nekem? Mit készítettél nekem? Figyelj, 17. vers. Ez az egész hogyan történik? Hol van ez a szabadítása? Hol van Istennek ez a hatalma? Hogyan, hogyan van ez belecsomagolva az evangéliumba? Hogyan jön onnan ki? Mert, mert, 17. vers. Mert abban, vagyis az evangéliumban Isten a maga igazságát nyilatkoztatja ki, és itt az igazságnál itt a megigazulás van, a jogtiszta állapot, a sajátját adja át neked ingyen ajándékba. Oké, okay? nem te gürizel meg érte, hogy végre méltó legyél, végre sikerüljön, olyan életet élned, ami megfelel, amivel bemehetsz Isten jelenlétébe, hanem ő adja neked ingyen ajándékba. És az evangéliumban ez jelentetik ki. Az evangélium a te megigazulásodnak a lelepleződése, hogy Isten a te igaz voltodat leplezi le. És ne ásíts! Ne, ne mondd, hogy kérek praktikusabb dolgokat! Ne mond, Mert itt van minden! Minden itt van! Ha ez a lelepleződés megtörténik a te szívedben, hogy te meg vagy igazulva, meg vagy igazulva, akárki is, meg vagy igazulva, ez a, ez a hír, igaz vagy, szerelemből. Ha ez lelepleződik a te szívedben, meg a te életedben, akkor Istennek a hatalma elkezd munkálkodni a te üdvösségedre, a te megszabadulásodra, a te megszabadulásodra. Nem fogom elmondani az üzenetet, nem baj, nem baj. Ez jó. Oké. Okay. Ez az alap. ha megigazulás. Tudod, mert egy kapcsolatra vagyunk teremtve. Bűntudat szégyen. Bűntudat szégyen. A két kapcsolat gyilkos. Ez nyírta ki Isten és ember kapcsolatát. A legelső tört sztori, a legelső sztori Isten és ember kapcsolatáról Ádám. Ádám. Elszúrtam. Uh, lapulevelek. Elbújtam, mert rájöttem, hogy mesztelen vagyok. Isten ment utána, Isten kereste hűvös alkonyatkor Ádámot. Isten akarja, ő szeret, ő szerelmes. Bűntudat és szégyen, kapcsolatgyilkos. Új szövetség, Péter, a nagy fal, halfogás, nem falfogás, halfogás. Amikor meglátta Jézusnak a szentségét, meglátta, hogy ez túlmegy minden emberén, ő Isten, ő Isten, meglátta a szentségét, mi volt az első reakció? Távoz tőlem, menj el tőlem, mert én bűnös ember vagyok. Menj el, hagyj magamra. Hányszor tapasztaltad a szívedben bűntudat és szégyen, a kapcsolatgyilkos? Kapcsolatgyilkos. És tudod, itt kezdődik minden, minden, hogy megpróbálhatod kisöpörni az életedből azokat a dolgokat, ami miatt bűntudatod van, vagy szégyelled magad, és egy kárhoztatásra vagy ítélve. Kárhoztatásra. Vagy megengeded azt, hogy Jézus Krisztus szerelme és az ő vére mossa ki az életedből a bűntudatot és szégyent. És értened kell, hogy te tiszta vagy, te meg vagy igazulva. És a sátán mindig ki akar ebben mozdítani téged. Mindig. Mindig jön, süt, és magyaráz, mindig Istenről magyaráz, nem, hát így kezdte a paradicsom, hogy csak ugye azt mondani Isten, meg rólad arról, hogy te ki vagy, el akarja venni az identitásodat. Ó, nem számít, hogy Isten a saját képére teremtette Ádámot meg Évet. ó, ha olyan akarsz lenni, mint Isten, csinálnod kell valamit. Basszus, hát már olyan vagyok, hát ő terem, hát már olyan, mindig ki akar billenteni az identitásodból, meg akar rabolni. Mert minden erőt elvesz az életedből, ha az identitásodat veszi el. Úgyhogy fontos, hogy megéld az identitásodat. Minden erő így jön az életedben. És a sátán, tudod, két két dolog. Isten, Istent csorbítja, ugye, a paradicsomban is, meg téged, hogy te ki vagy. Úgyhogy ma neked két sutyorgása a sátánnak. Vajon Isten akar -e engem? Vajon Isten szerete engem eléggé? én, 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 én el vagyok veszve, én az az egy vagyok, de vajon én utána eljön? Engem, én, én benne vagyok? Ó, oh, és annyit hallottunk, tanításokat, hagyományokat, predestináció, így úgy, és már ettegek. Tök mindegy, hogy melyik magyarázatot hallom, a kávinistát, amelyik azt mondja, hogy Isten kiválogatta az embereket egyiket mennyire, meg pokolra, már akár a másikat, sokáig hallottam a kegyelmi magyarázatot. Ott van az igében az egyik görög szó, azt mondja, hogy előre ismeret, prognózis, hogy Isten előre ismerte hogy ki fog neki igent mondani. És ő azokat választotta, aki igent mondott neki. És már megint nem vagyok biztos, már megint gyomorgörcsön van egy kicsit. Tudod, és sutyorog neked. Az egyik az, hogy vajon Isten akar-e téged? Ő vajon választotta téged? Rengeteg ige van a Bibliából, hogy ő választott téged. De vajon engem választott? Mert te, ahogy téged választotta, itt az első sort, azt tudja, hogy választotta, azt látod. De engem, engem, utolsó sutyerákat engem, engem választott? Ez az egyik kérdésem, a másik, hogy vajon, vajon én elég jó vagyok-e? Vajon én elég megfelelek-e neki? és jönnek a procedúrák, a varrásos procedúrák, és tudod, hiába vagyunk az új szövetségbe? Keverjük, mert kinyitjuk a Bibliát, olvasunk innen és onnan is, olyan szépen keverjük. Nem számít, hogy Jézus megmondta, hogy ne töltsél új bort régi tömlőbe. Úgy töltjük bele, mint a húzat. Mint a húzat. Van egy új bor, Jézus eljött a régibe, ott voltak a cselekedetek, a megfelelés, hogyan kell viselkedni, ha az újba meg itt van a hit, debitangjó cselekedetek el, hit vissza. Hidd bele a régi tömlőbe. Bele a régi rendszerbe. Hiszel az új... Szert. Már nem a cselekedet, de elég jól hiszel. Van, 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 hited? Van elég jó hited? Van. te, tényleg hiszel? Őszinte volt a te megtérő imád? Vajon őszinte volt? Szív, szívből mondtad? Vajon átlépted már a gólvonalat, hogy Jézus Krisztus elfogadott téged? Mert vannak feltételek, procedúra van a megtérésnek, procedúrája van. Ha, ne, ha, ha nem, bűnbánat, bűnvallás, bemerítkezés, a bánat tudja még mi. Jól, jól csináltad? Te teljesítetted a feltételeket? Jó, az egy dolog, hogy Isten választott téged. Új szövetségben vagyunk itt, ma hit, hit. A hit betett, beletöltöttük a régi rendszerbe, a megfelelés rendszerébe. És nem, nem csak új bor van, hanem egy új tömlő is. Egy új tömlő, egy teljesen új rendszer. Isten egyoldalúan csinálta. Nincs procedúra. A hit nem procedúra. A hit megnyugvás. Öröm, egy fölismerés. Tényleg? Kész? E enyém? Köszi. Köszi. Nem hiszed? A hit nem procedúra. A hit nem procedúra. Tudod? És ahhoz, hogy ezt lásd, vagy megértsd, két dolgot kell tudnod. Az egyik, az, hogy a Biblia beszél egy szellemi valóságról, ami Istennek a valósága. És ez nem azonos a milyen kell. A másik, ami szorosan ide kapcsolódik, ez Istennek az időzítése. Ezt is kell látnod. Oké, okay, a szellemi valóság ez a nem látható, ez rendű, mint az, amit mi látunk. A Biblia egy csomó helyen mondja, a hit által értjük meg, hogy a világokat Isten szava alkotta, úgy, hogy a nem láthatókból állt elő a látható. Van egy nem látható világ, egy szellemi valóság, amit Isten igéjéből tudunk meg, hogy az mi. Nem láthatókból állt elő a látható. Aztán másik helyen azt mondja, hogy mivel mi nem a láthatókra nézünk, mert ha láthatók ideig valók, a láthatatlanok viszont örökké valók. Oké, tehát ez a szellemi valóság, a láthatatlan világ örökké való, rendű, nagyobb, minden onnan származik, onnan jön le, az a nagyobb. Oké? Úgyhogy neked a nem láthatókra kell nézni a szellemi valóságra. És ezt kell megértened, hogy a hited csak a vallásos rendszerben, amikor beletöltjük a régi tömlőbe, a procedúra tömlőjébe, akkor hoz létre bármit is. Isten valóságában a hited nem hoz létre semmit, csak fölismeri a valóságot, elfogadja és átveszi, és él vele. Oké? Okay? A hit a nem látható dolgok létéről való meggyőződés. Nem látható dolgok egy valóság létéről való meggyőződés. Nem egy valóság létrehozása. Nem a hitet hozza létre a megigazulásodat. Tudom, hogy Róma 3-4-ben van ilyen, ezt majd a majd egyszer megbeszéljük, de nem a hited hozza létre, oké? Okay? hanem a hited elfogadja. Oké? Okay? Isten időzítése. Azt mondja az ige, hogy Istennél egy nap ezer esztendő, ezer esztendő, meg egy nap. Ugye ezt tudjuk? Megteremtette ezt a világot, az anyagi világot, és Peti mondta tegnap, azt hiszem, hogy, hogy, hogy a, az idő, valaki nagy fizikus zseni, hogy az idő értelmezhetetlen az anyag nélkül. Tehát csak az anyagi világban van idő. Isten téren és időn fölül van. Ugye? És a Biblia beszél, amikor az időről beszél, beszél kairoszról, meg kronoszról a görögben. A kronosz, ez a kronológiai időrendiség, amiben mi élünk. A kairosz pedig, amikor a mennyeli időnélkül, időn fölülin, lehet, hogy nem jó szót használok, belép egy adott ponton, és megérinti a jelent ebben a világban. Oké, okay. érteni kell, hogy a, értened kell a megigazulásodhoz, értened kell, hogy a szellemi valóságban, Isten valóságában, a kairoszban minden kész. Ezt érted? Ott minden kész. A bárány a világ teremtése előtt leöletett. Olvastad? A világ teremtése előtt leöletett. Köszönöm szépen. A világ teremtése előtt leöletett. Minden kész van a szellemi valóságban. Oké? Okay? és ez egy ponton belép a kronoszba, a te életedbe. A hit pillanatában belép, átveszed, de a szellemiben kész van, nem a te hited hozza létre, 2. Mutos 1.9 azt mondja, ő megmentett, szent hívással elhívott minket, nem a tetteink alapján, hanem saját elhatározása kegyelme által, amelyet örök, idők, előtt adott nekünk, Krisztus Jézusban. Oké? Okay? Ő mindent neked adott az örök idők előtt, a világ teremtése előtt, Jézus Krisztusban. 10 ez most nyilvánvalóvá lett. A mennyei belépett a jelenbe most. Most, ami üdvözítünk Jézus Krisztus megjelenése által. Oké, tehát a szellemiben minden készen van. Akkor hogy van ez a predestináció? Róma 8.29 azt mondja, akiket eleve kiválasztott, azokat eleve is rendel, elrendelte, hogy hasonló kell legyenek, stb. és a vers oda jut ki, akiket elhívott, elhívta, akiket elhívott, azokat meg is igazította azokat megigazultát tette. Itt jön a predestináció, anya, megigazultált tette. Ugye, akiket a leveki, azokat megigazultátette. tette. Most akkor engem választott, és jön a saci, sütyörök neked. Téged választott. Téged választott. Vagy te, a pásztorokat Tuti választotta, de hát, de hát engem nem biztos. Rám is vonatkozik. Kire vonatkozik a megigazítás? Akkor most az Isten személyválogató. Az Isten személyválogató. Figyelj csak annyiszor idézzük 2 Korintus 5.21-et, és én is mondtam az elején, ugye? 2 Korintus 5.21. Aki nem ismert bűnt, bűnétette értünk, hogy mi Isten igazsága legyünk ő benne. Mi. már mindjárt van itt egy jó kis elitista kör. Ki akar betartozni? Mi. Az a bal széle nem. Csak mi. Mi Isten igazsága vagyunk. Oké, okay, Isten igazsága. Annyiszor olvasunk Biblia verseket, és a rajta van ez a há... mit is mondtál te? Mi van rajta? Vallásos mi kéreg, amit szét kell törni, mert mindig szövegkörnyezetből ki kiszaggatva idézték nekünk. Ezt mi, persze mi az egyház, mi Isten igazsága vagyunk. Ugyanitt 2 Korintus 5. Ki, ki tudjátok nekem tenni 2 Korintus 5, 14-21-et? Igen, köszönöm. Itt fogunk kicsit ugrálni egy picit, de <coughs> szoktunk innen verseket kiragadni. Pár vers előtt a 17. vers. Ha valaki Krisztusban van új teremtés az. Ha valaki Krisztusba van új te, Ha. Te Krisztusban vagy. Te Krisztus. Ha, figyelj egy kicsit, szeretném, hogyha megnéznénk 14-től. Tomi, nem tudom, hogy tudod-e velem pörgetni, mert nem akarom elolvasni az egészet. Annyi idő nincs, csak minden versnek az első szavát szere. Csak minden versnek az első szava, persze, persze, az első szó minden versnek. Figyelj csak, 14, 14, mert, oké, okay, mehetünk tovább, ennyi elég, nem? 15, és azért, oké, okay? figyeled a verseket? Mert, 15 és azért. Hol vagyunk? 16, úgyhogy, 16, úgyhogy, 17, ezért ha, 18, mindez pedig, 19, Isten ugyanis, 20, tehát, 21, mert. Ezt észrevetted? vetted? <tosz> Milyen jó, nem? Hát így is kell, a Bibliát olvasni. Figyú, ne. ne, ne. Te tudod, mit mond ez? Ne nyugodtan, csak ne rabold az időmet, mert már is lejárt. Figyelj csak! Figyelj csak! Nem! Ne ragadják ki nekem biblia verseket, ha valaki Krisztusban van. Észrevetted, hogy ez láncra van fűzve? Észrevetted, hogy itt elkezd mondani valamit, 14, mert, már ott is úgy kezdi, hogy mert, csak korábbra azért nem megyünk vissza, mert nagyon hosszú, az 1-től 14-ig olvasd el, ott végig ezt az, azt építi föl, hogy létezik egy szellemi valóság, amiről beszéltünk. 1-től 14-ig ezt építi föl, létezik egy láthatatlan szellemi valóság, amiben örök idők előtt minden kész. Ezt építi föl 1-től 14-ig, és 14-től elkezd kibontani valamit, amiben egyik vers szervesen kapcsolódik a másikhoz, és nem választhatod szét őket nem választhatod szét. Úgyhogy szeretném fölhívni a figyelmedet, amikor azt mondod, hogy ti 21. versben, hogy aki nem ismert bűn, bűnétet értünk, hogy mi. Szeretném fölhívni ezt, ne szakítsd el a 19. verstől, ami ott van közvetlen előtte. Isten ugyanis Krisztusban megbékítette a világot magával, úgyhogy hogy nem tulajdonította nekik a vétkeiket. Itt nem egy elitista csoportról beszél, észrevette, hanem a világról beszél. Ez össze van fűzve, és ezután magyarázza bontja ki, hogy ezt hogyan csinálja, mert ezt úgy csinálja, hogy minket, aki nem ismert bűn te értünk, kiért? A világ értette bűnné. Azért, hogy mi, kik elitista kérdő, az emberek Isten igazsága legyünk. Érted? A, visszamész a 14. versre. Így kezdődik a 14. vers. Azt mondja, hogy mert Krisztus szeretete szorongat minket, mivel azt tartjuk, hogyha egy meghalt mindenkiért, segítsetek nekem, kiért halt meg Jézus? Keresztényekért? M mindenkiért, ugye? Tudjuk, János 1.29, itt az Isten báránya aki elveszi a világ bűnét. János 2.2, ő engesztelő áldozat a mi bűneinkért, de nem csak a milyenkért, hanem az egész világért. Oké, tehát kiért halt meg Krisztus? Mindenkiért. Pál azt mondja, hogy be kell vezetnem egy gondolkodást, amihez meg kell erőltetnem az agyamat, mert nehezen működik. Eddig nem így csináltam. Krisztus szeretete, szerelme, amivel az elveszetteket szereti, ez szorongat engem, minket, mivel azt kell tartanom, azt kell kikalkulálnom, át kell állítanom az agyamat, hogyha egy meghalt, Jézus Krisztus mindenki, akkor mindenki meghalt. Mindenkit halottnak kell számítanom. Mindenkit. Oké? Okay? És, hogy egy szellemi valóságról beszélek, ami a szellemi világban készen van. És ezt azért mondom, hogy tudd, hogy tudd, hogy nem a te procedúrát hozza létre. Oké? Tehát amikor arról van szó, hogy higgy, akkor nem azt várja Isten tőled, hogy csinálj meg valamit azért, hogy végre megigazulj, hanem, hogy ismert föl és vedd át és fogadd el. Oké? Krisztus szeretete szorongat, hogyha egy meghalt mindenkiért, akkor mindenki meghalt ezt kell tartanom, ez egy új gondolkodás, és utána beszél, hogy akkor nem ismerhetek többé test szerint senkit, és itt az elveszettekről beszél. Hozzájuk egy új evangéliummal kell mennem, azzal, hogy Isten megigazított, ő megbékélt egyoldalúan, magyarázza később, ő megbékítette a világot magával, ezért kérve kérünk, hogy te is békülj meg, mert a kapcsolathoz két fél kell. A kapcsolat nem jön létre nélküled. De a megigazításod a szellemi valóságban készen van. Nem a te körmönfont hited, meg nem tudom, mi hozzá létre, hanem a szellemi valóságban készen van. Oké? Okay. 17. vers, ezért, ha valaki Krisztusban van, új teremtés az. Te Krisztusban vagy? Ha valaki Krisztusban van, ne szakítsd ki a szövegkörnyezetből, most olvastunk az elején szendvicsbe. 10 tizen a negyedikben úgy kezdődik, hogy mindenki meghalt, a mindenkiről beszél, a végén úgy fejez, az egész világ, ez nem ha valaki Krisztusban van, ez nem egy feltételes ha, ez egy következmény ha. Fölismeri, úgy kell gondolkodnom, hogy mindenki meghalt, ezt mondja az előtte versbe. Ezért ha, 17. vers, ezért ha, és szerevetted, hogy nem ha van írva, hanem ezért ha. Tehát, tehát ha mindenki meghalt, Krisztusban az emberiség helyreállítása megtörtént, Krisztus meghalt a mindannyiunk halálát, ha valaki Krisztusban van, mindenkiről beszél, akkor. A régi elmúlt, egy új teremtés jött létre. Nagyon fontos megállni egy picit, mert már hallom, már hallom, már a kritikusok mennek kifele, hogy nincs mindenki Krisztusban. Figyelj csak, ez nem az ekléziáról beszélít, ne keverjük össze. Nincs mindenki Krisztusban. Ne Efézus 1.13, a te hitedre válaszként kapod a pecsétet, a szent szellemet, az ekléziába, a gyülekezet, ez egy külön entitás, a hitet kell hozzá. Mi nem vagyunk univerzalisták, nem, 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 Isten mencs! Az egy, az egy zsákutca, a nélkülözi a hitet, az, az azt, mondja, hogy, azt mondja, hogy nem számít semmi Isten, jó fej mindenki. Nem, 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 nem a hitet baromi fontos. A hitet fontos. Csak azt lásd, hogy nem a hitet hozza létre valóságot. Hanem Istennek van egy szerelme, amivel téged úgy szeretett, hogy már a világ teremtése előtt mindent megcsinált. Mindent, és ez a tied, a hited ezt átveszi. Érted? A hit minősége, anyaga, szövete változik meg, és egy fölszabadult szerelem kapcsolatba léphetsz azzal, aki mindent odaadott, érted? Az életét is. Érted? Nem, nem a hitet procedúrája hozza létre. Nem a hitet procedúrája. És Lekerekítem, oké, okay. az üzenetet há három rövid rész fia, csak A világ teremtése előtt megcsinálta ezt. Efézus 1.4. Ő benne Jézusban kiválasztott minket, potyogjál le a vallásos mázról, jó. A a predestináció nem az, hogy pokora mennyire választott ki, hanem az embert úgy szerette. Ő az embert választotta ki, téged kiválasztott. Téged is kiválasztott, téged is, mindenkit kiválasztott. Ez egy szellemi valóság, oké? Okay? Ez egy szellemi. A hitet kell válaszként. Nem nélkülözzük a hitet. A hitet kell, a szerelem kapcsolathoz kell. De ő választott téged. Mindenkit választott. Ő benne kiválasztott minket magának már a világ teremtése előtt, hogy szentek és fegyhetetlenek legyünk előtte. A szemeiben. Katenopion az ő szemeiben már a világteremtés előtt eldöntötte, hogy te szent és fedhetetlen vagy. Oké, ez a fontos még. A világteremtés előtt figyelj, kettő gondolat. Egymé. A világteremtése előtt. Oké, 2. Timóteus 1.9 mondja, hogy ő megmentett, és szent hívással meghívott minket, nem a tetteink alapján, és nem is a hited alapján, mert nem ez van ideírva, hanem a hited alapján nem a tetteink alapján, hanem a hited alapján. Nem, 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 hanem saját elhatározása és kegyelme által, amelyet örök idők előtt adott nekünk. Oké? Okay? Idők előtt. Tehát ezt és hogy ezt te semmit nem tudsz hozzátenni, mert ez a világ teremtése előtt megtörtént, hogy ő választott, szeretett és hívott téged. Te csak reagálni tudsz, odafutni tudsz, semmi mást. Nem a, nem a megtérési procedúrád, meg a bűnvallásod hozza létre azt, hogy igaz leszel, hanem ő ezt a világ teremtése előtt eldöntötte, és ez kész. Oké, ez annyira biztos, hogy ő ebben megnyugodott. És a hitednek ez a fontos, hogy megnyugodjon. Ez a hit eredménye. A zsidó 1.3-ban azt mondja, hogy ő, Jézus, hordozza a mindenséget, aki miután minket, kiket, akarom hallani, kiket, Mindenkit, mi embereket, ő miután minket a bűneinktől megtisztított, a mennyei felség jobbjára ült. Ez készen van, ez egy szellemi valóság, amit te átvenni tudsz miután minket a bűneinktől megtisztított, a mennyei felség jobbjára ült és utána a zsidó négy magyarázza el, hogy mi az egész zsidókhoz írt levél ezt mondja, a zsidók egy procedúrába voltak újra és újra áldozni, újra bűntudat, újra áldozat, újra bűntudat, újra áldozat, és nem bírtak megnyugodni. És a zsidó négybe elmagyarázza, hogy mi bemehetünk a nyugalomba. Nekik nem használt a hirdetett evangélium, mert nem kevertek hozzá hitet, de mi bemehetünk ettől a ezt a vallásos procedúrát letehetjük, megnyugodhatunk. És ott azt mondja a zsidó négy, három, négy be, hogy mi, akik hiszünk, bemehetünk, mert a zsidók nem mentek be. Figyelj, jó jól lehet munkái már kész voltak a világ teremtése óta. Ezt érted, hogy a vallásos procedúra letevéséről beszél, és azt mondja, hogy, hogy jól lehet munkái készen voltak a világ teremtése óta. Istennek a világ teremtése óta nem azok a munkái voltak kész, hogy a elefánt, meg a, miről beszéltünk, a zsiráf, meg a fű, meg a fa, meg a minden, hanem a megváltás munkája volt kész a világ teremtése előtt. Jézus Krisztus már akkor meg, megáldoztatott. Jó lett, munkái kész voltak a világ teremtése óta, és valahol így szól a hetedik napról az írás, és megnyugodott Isten a hetedik napon minden munkája után. Hát rag már össze a verseket, hát nem azért nyugodott meg, meg kész volt a nap, meg a hold, meg a csillagok, hanem mert látta az egész torit, azt, hogy neked szükséged van a megváltás, és a megváltás és a megigazítás munkája kész volt a virág teremtése előtt, és ezért nyugodott meg. És ezért nem kell újra újs, újra áldozni, és ezért mondja a zsidóknak, hogy menjetek be, már végre ti is ebben a nyugalomba Oké? Okay? Úgyhogy megnyugodhatsz. Erről szól a hit, hogy megnyugodhatsz. Oké? Okay? És a legutolsó gondolat, hogy ezt mikor tette meg a te életedbe? Mikor tette meg a te életedbe? Elmondom, akkor, amikor még halott voltál. Amikor halott voltál. Mit csinál egy halott? Milyen szándékot mutat? Mit csinál? Azt mondja, ezért Efézus 2.1, ezért titeket életre keltett. Kiket? Akik halottak voltatok a vétkeitek és a bűneitek miatt. Negyedik, de Isten gazdag lévén írgalomban az ő nagy szeretetéért. Miért? Az ő nagy szeretete miatt. Minket, akik halottak voltunk, minket életre keltett. Figyelj, egy halott, magatehetetlen, cselekvésképtelen, egy nagy nulla. Semmit nem tudsz tenni. Semmit nem tudsz tenni az üdvösségedért, a megízőhazulásodért. Semmit. Ő szeretett téged, az ő nagy szeretetéért. Kiválasztott téged a virágteremtése előtt. És amikor még halott voltál, egy nagy nulla, akkor keltett életre. Te halottként semmilyen okot nem tudtál neki szolgáltatni. Indokolatlanul tette, érted? Indokolatlanul. Az indok ő benne volt. Ő benne volt, mert szeretett téged. És nem csak, hogy halott voltál, hanem az ellensége voltál. Róma 5-6 azt mondja, amikor még erőtlenek voltunk, a rendelt időben halt meg Krisztus az istentelenekért, még az igazér is alig, ha halna meg valaki, bár a jóért talán még vállalja valaki a halált. Egy jó, jó emberért talán vállalja. De Isten azonban mi csodát mutatott meg? A maga szeretetét. Ha az ő maga szeretetét abban mutatta meg Irántunk, te irántad, hogy Krisztus akkor halt meg, érted, amikor még bűnös voltál. Nem amikor már jelentkeztél, nem amikor már megtértél, nem amikor fölismerted, hogy bűnös volt, semmit nem csináltál. Még az ellensége voltál, akkor tette ó, oh, és annyit hallottam ezt a teológiából, hogy pe, akkor meghalt, érted? De a megigazítani, majd a hitednél igazítod. Nem, a hitet belelép ebbe, figyelj, a következő vers, megint ne szakítsd szét a szövegkörnyezetből. Ez volt a nyolcadik vers, hogy akkor meghalt értünk, amikor még bűnösök voltunk. De ez nem jelenti azt, hogy igaz vagy. Hát az, ahhoz, hogy igaz legyél, ahhoz meg kell térned. Hát várjál, olvassuk tovább, kilencedik vers. Jani, oké. Okay. Akkor meghalt értünk, amikor bűnösök voltunk, kilenc, ha tehát már most megigazított, tehát ezt egy kalap alá veszi. Amikor még bűnös volt, és az ellensége voltál, akkor igazított meg. Ugyanúgy, ahogy kettő korintus mondja, meg Róma mondja. A fia halála által. Úgyhogy gyere haza, mert ő vár téged. Higgy, szaladj haza, ha kimos mindent, kapcsolatgyilkost, szégyent, bűntudatot, mindent, mert nála minden készen van. A szellemi valóságban minden készen van. Ha hited, megragadja ezt. Belekapaszkodik, ő tette, rádnézve indogolatlanul, benne volt az ok, mert szeretett, téged, szeretett téged. Amen, Amen.